A 15 éves fiú Jászapátin 4 lakóház udvarára is bement, és onnan főleg baromfikat lopott, de egy alkalommal láncfűrészt és sarokcsiszolót is elvitt az udvaron lévő melléképületből, ezeket összesen 164 ezer forint értékben, közölte az ügyészség közleményében. A fiatalkorú fiú 2023. február 8-án este 7 és fél 8 közötti időben megjelent egy jászapáti lakóház előtt, és az ott lakó általa ismert 22 éves fiatal férfitől azt követelte, hogy adjon neki 2000 forintot, mivel az korábban felpróbált egy a fiatalkorú gyanúsított által eladni kívánt ruhát, de azt mégsem vette meg. Ebből szóváltás alakult ki a két fiatal között, mivel a 22 éves nem akart fizetni a fiatalabbnak. Ennek során a gyanúsított megfenyegette a másik fiút azzal, hogy ebből még baja lesz, és idézem, ezt mondta, rá fognak menni a házra, majd előhúzott a zsebéből egy 13 cm penge hosszúságú konyhakést, és tovább követelte a pénzt, miközben a késsel hadonászott. A 15 éves fiatalkorú gyanúsítottól az egyik helyszínre érkező rokona tudta elvenni a kést, de ő a pénzt tovább követelve dulakodni kezdett a 22 éves fiatal férfivel, és csak két további a helyszínre érkező rokon tudta őt leállítani. Az erőszakos fiúval szemben több vagyon elleni erőszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt is vádat emelt már az ügyészség, amelyek miatt letartóztatásban is volt korábban. A járási ügyészség indítványa szerint a rendezetlen családi körülmények között élő gyermekvédelmi intézetből többször is megszökött fiatalkorúval szemben figyelemmel a most elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára is, ez egy 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény, fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, továbbá megalapozottnak látta a járási ügyészség a bizonyítás megnehezítésének veszélyét is, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított mind a 22 éves férfit, mind a tanukat jól ismeri. A nyomozási bíró az ügyészség indítványa alapján elrendelte a letartóztatását, melyet javítóintézetben kell végrehajtani.